Újra a halfogyasztás napja legyen a péntek hazánkban. Ez az egyik fő célja a Halpéntek című kezdeményezésnek. Magyarországon a folyószabályozásokat megelőzően óriási halbőség volt, a szegény emberek is nagyon sok édesvízi halat ettek, hiszen könnyen elérhető volt számukra. A szabályozásokat követően azonban sok terület maradt víz nélkül, ekkor kezdtek halastavakat kialakítani. A halastavak Magyarországon, Németország után másodikként nagyon gyorsan megépültek. Azokon a területeken épültek a halastavak, amelyek vagy korábban is vízjárt a területek voltak, vagy kisebb folyók völgyeit zárták el, a Dunántúlra jellemzően, vagy pedig a rossz szíkeseken, Biharúra, Hortobár térségébe építették ki a hatalmas halellátó rendszereket. Hát ez szépen működött is egészen addig, amíg, hát most mondhatjuk, hogy persze hála Istennek, amíg a jó béke, vagy a jó világ el nem következett Magyarországon, és hát nem lett annyi húsunk, bizony itt már minden halat húsnak hívnak, pontosabban hát a magyar megtehette és meg is teszi, hogyha egy mód van rá étkedése, hús nélkül nem újjon el. Hát a hal egy kicsit háttérbe szorult, nagyon sok mindennek köszönhetően sajnos, és mi ezt szeretnénk, hogy legalább egyszer egy héten gondoljunk arra, hogy a mai embernek, a mai kor emberének a legfontosabb táplálékának egyike a hal kellene, hogy legyen, ahogy a világ más részein így is van. A hal helyett más húsféléket részesítünk előnyben, ami a szakemberek szerint nem annyira egészséges, és nem annyira passzol a mai modern életvitelünkben. Hiszen ameddig régen a társadalom nagyobb része fizikai munkából élt, addig napjainkban a szellemi tevékenységek vannak többségében, és ehhez mérten kellene táplálkozni is. A célunk az lenne, hogy aki megteheti, egyszer egy héten gondoljon a halra, és ha éppen étterem fele vetődik, vagy afelé van, akkor gondolja meg, hogy akkor most válasszon már halat. Ha éppen van olyan szerencséje, hogy rá tud érni, és főzni tud, akkor menjen már valamelyik nagyáruházba, piacra, ahol halat lehet kapni, és nézze meg, hogy hol kaphatna halat, és főzön egy jót a barátaival. És hát azt gondoljuk, hogy ebből a szokásból néhány százezren rendszer csinálnának, az bizony jót tenne az ő egészségüknek is, meg a halasszakmának is természetesen. És hát még ami a hal mellett szó, szóval egy ilyen egészséges táplálék nem nagyon van, mint a hal, hiszen a magyar akvakultúrában, pontosabban túlgazdálkodás, extenzív túlgazdálkodásban a halak testének jó részét a vízben élő apró állatok adják, a planktonrák, vagy ezeket fogyasztják el a halak, ezekből építik föl természetes módon a testüket, és nem mindegy, hogy egy hal 2,5-3 év alatt lesz mondjuk piacéret, vagy tányérélet, hívjuk inkább bográcsosnak, addig bizony egy tyúk tojásból 35 nap után másfél kilós csirke van. A kezdeményezés része egy weboldal is, a halpéntek.hu, ahol az ország területén megtalálható halboltokat, halételeket kínáló éttermeket és halételek receptjeit is megtalálhatjuk. Az is célja az akciónak, hogy a tengeri halak helyett részesítsük előnyben a hazai vizek édesvízi halait, hiszen többszörösen ellenőrzött forrásból valók, a tengereink viszont sajnos egyre szennyezettebbek.